A veszélyhelyzet kihirdetését követően azt az utasítást kaptuk, és az volt a legmegfelelőbb, hogy nem fogadhatunk a nappali ellátás keretein belül időst a központunkban. Mindenkinek fölhívtuk a figyelmét ezáltal, hogy tartózkodjanak otthon, amennyiben segítséget tudunk nekik nyújtani, telefonon keresztül ezt közölhetik velünk, és megtesszük. Az étkeztetéssel kapcsolatban is megszűnt a helyben való étkeztetés, és csak házhoz szállítással tudjuk elvégezni ezt a feladatkört. Pont ezért történt meg ez is, hogy minél többen otthon maradjanak, hogy ne kelljenek kimozdulniuk semmilyen tevékenység elvégzéséért. Jelenleg a nappali ellátás keretein belül 60 fő ellátottunk van, ők mindenki otthon tartózkodik. Szociális étkeztetésben 124 főnek az ebédeltetését oldjuk meg, házi segítségnyújtás keretein belül pedig 113 főnek. Nagyon sok ellátottunk van, nagyon sok időssel tartjuk a kapcsolatot, mind úgy, hogy a gondozónők házhoz mennek és ellátják a feladatkört, mind pedig nagyon fontossá vált a telefonos kapcsolattartás, hiszen ez nem csak azért fontos, hogy bediktálják nekünk az elvégzendő feladatokat, hanem mentálhigién és tanácsadást is biztosítanak a gondozónőink, mert a legfontosabb azzal, hogy ők otthon kényszerülnek, otthonmaradással kényszerülnek, hogy valakivel mégis kapcsolatot tarthassanak. A legfontosabb dolog, hogy mindenki otthon maradjon, és erre biztosítunk egy telefonvonalat, hogyha bármilyen kérdése felmerül, bármilyen segítségnyújtást kérnek, ezt megtesszük, és nem csak bevásárlás, gyógyszerkiváltás tekintetében, hanem mentálhigién és támogatás keretein belül is. A legfontosabb feladat, hogy tudatosuljon mindenkiben az, hogy otthon kell maradni. Ezzel tudjuk a legtöbbet segíteni egymásnak, magunknak, ha mindenki az otthonába tartózkodik. Illetőleg azt, hogy aki viszont fiatal és aktív, ők viszont vállalják fel a társadalmi szerepvállalásukat, jöjjenek, segítsenek, hiszen nagyon sok idős van. Bonyhádon 2064 fő 70 év feletti él a városban, akiknek segítségre van szükségük, és nem hagyjuk magukra. Az önkormányzatunk biztosítja mindennek a lehetőségét, hogy igenis kiszolgálják az időseinket.